Jó estét kívánok! Szeretni fogják a mai műsort, mert olyanok a témák és olyanok a vendégek. Mellettem Hercsel Adél újságíró, velünk szemben Szél Bernadett, független országgyűlési képviselő, és a két hölgy között Kunce Gábor volt belügyminiszter, az SZDSZ korábbi elnöke. És most derült ki számomra, hogy Szél Bernadett és Kunce Gábor személyesen még soha nem találkoztak. Ez hogy létezik? Tehát kicsi a magyar politikai elit, hogy lehet, hogy ebben két ilyen ember elkerüli egymást? Na. Én most itt vagyunk. Férjek, feleségek nem biztos, hogy nézik a műsort, ezt hozzáteszem, beszéltünk őszintén. Jó, ez így alakult. Jó, de ezt is ennek a műsornak lehet köszönni. Elmondom a nap kérdését, nem ezzel kezdünk, változtathatnak még a szavazati arányokon, lesz rá néhány perc, majd az első téma után térünk rá erre. A nap kérdése úgy hangzott, hogy Orbán Viktor ugye bocsánatot kért a támadó nyelvezetért. Arban kérdeztük a véleményünket, hogy önök szerint az Európai Néppárt megelégszik-e ennyivel. 21% véli úgy, hogy igen, és jóval többen, 79% mondja azt ebben a percben, hogy nem. Beszélni fogunk erről, visszatérünk majd a szavazati arányokra, de azzal kezdjük, hogy Szél Bernadettet ma beidézték a rendőrségre, ahol meghallgatták őt egy olyan feljelentés ügyében, amit ő maga tett. Úgy látszik, nincs bejátszunk, de akkor kezdjük. Én azt hittem, hogy erről lesz egy film. Lesz egy filmeske. Ha van bejátszó, akkor azt indítsuk el, jó? Akkor a filmeske jön. Másfél óráig tartott Szél Bernadett rendőrségi kihallgatása, aki hűtlenkezelés és hivatali visszaélés büntette miatt tett feljelentést a Brüsszel támadó kormányplakátok miatt. Szerinte ugyanis ezek nem tájékoztatnak, hanem csúsztatnak, nem aktuális vagy nem igaz állításokat közölnek. Miután a feljelentést Polt Péter legfőbb ügyészhez címezte, be is idézték a Gyorskocsi utcába. Szél Bernadett Facebook oldalán közzétett videójában számolt be arról, hogy 12 óra 40 perckor kezdődött a meghallgatás, aminek 14 óra 10 perckor lett vége. Elmondása szerint a telefonját kikapcsoltatták vele, elkérték az igazolványát, majd bizarr környezetben kérdéseket tettek fel neki, és vallomást kellett tennie. Mint mondta, ilyen élménye még nem volt. Na ugye ügyrendileg ennek az első témának Szél Bernadett a főszereplője, de azért azt szeretném, hogy beszélgessünk erről. Tehát, hogyha bárkinek menet közben eszébe jut valami, akkor tessék mondani. Szóval, megnéztem azt a videót, amit közzétett a Facebook oldalán, és úgy fogalmaz benne, hogy teljesen extrém, ami velem történt. És én azt nem értem, hogyha valaki feljelentést tesz, akkor miért tartja azt extrémnek, hogy őt behívják a rendőrségre, hogy a feljelentésről megkérdezzék? Mi ebben a furcsa? Extrém világban élünk, szóval, hogy egyrészt ilyen élménye még nem volt, általában azt szokták írni a Facebookon a kommentelők, hogy minek jelentett fel, úgy is tudjuk, hogy mi a vége a történetnek, és most nem ez a vége, azt nem tudjuk, hogy mi a vége, de mindesetre most behívtak engem oda a Gyorskocsi utcába, és vallomást kellett tennem. Tehát ez szerepel a dokumentumon, amit órák alatt összeállítottunk a százados úrra, hogy vallomás. És maga a hely, szelleme, meg maga, ami történt, az tényleg önmagában egy esettanulmány. És de akkor tulajdonképpen bementem, boldogság van, mert akkor ezek szerint megindult az eljárás. Tehát nem elfektették, hanem hogy elkezdte tenni a nyomozóhatóság azt, ami a dolga. De a boldogság az nem ilyen, legalábbis az én azt gondolom. Tehát ugye az volt, hogy a százados úr feltett kérdéseket, én magam is készültem anyaggal, és akkor volt egy pont, amikor összeállítottunk egy ilyen félkész vallomást, és akkor ő fogta magát, fölment a főnökéhez, és visszajött, és föltett egy újabb kérdést. Szóval micsoda? Na ez az. Tehát vallomás közben ő kiment a szobából, egyeztetett a feletteseivel? Egyeztetés, ott pontosan. Tehát felvették az adataimat, az volt a sima ügy, az édesanyám neve, stb. Lakcím, kártyám, mi ez, személy, igen. Hát utána ennek így kell történnie. Megbeszéltük, hogy ő mire kíváncsi, válaszoltam mindenre, és akkor utána volt egy félkész állapotban a vallomásom, de ez is abszurd, tehát a Soros Juncker plakátok miatt én vagyok az első ebben az országban, aki vallomást teszek. Tehát azt gondolom, hogy ennek nem így kellett volna menni, de csak utána jött a százados úr felettese, majd vissza a százados úr, és egy újabb kérdés. És azért hadd mondjam el, hogy az egyik kérdés az volt, hogy mennyibe került ez. Hát ott Rogán Antal az illetékes. A másik az, hogy kinek van ebből politikai haszna. Hát azt meg nyomozzák ki. Tehát én nem rendőr vagyok, meg nem propagandaminiszter, hanem egy feljelentő, és szerintem azért jól meg volt írva az a feljelentés. Úgyhogy önmagában furcsának tartom, hogy én ilyen kérdéseket kapok. Ez normális, belügyminiszter úr? Tehát az, hogy egy kihallgatást vezető, vagy egy meghallgatást vezető százados konzultál a feletteseivel? Hát ilyen ügyben. Én csodálkozom, hogy ott hagyták egyedül, hogy összebeszéljen saját magában. Szóval ez szerintem egy ilyen Pityaner, már az ő szempontjából Pityaner ügyben, mert ugye ő, neki nincsenek információi,
elfutkosni a főnökhöz, nekem sajnos erről az jut eszembe, hogy miközben a feljelent, illetve miközben az ügy arról szól, hogy néhány százmillió forintért a Fidesz politikai előnyre tegyen szert a riválisájúval szemben az Európai Uniós választáson, eljátszanak egy pantomimot annak érdekében, hogy a végén megállapíthassák, hogy a feljelentő semmivel nem tudta alátámasztani a feljelentését, ezért aztán további vizsgálatok nélkül lezárják az ügyet. Mert ugye a kérdések még, hogy mennyi pénzbe került ez, hát ugye honnan tudná? Egyébként nem olyan bonyolult, vannak cégek, amelyek pontosan meg tudják mondani, hogy az országban ma hány darab milyen óriás plakát van, azt csak meg kell szorozni 30-40-50 ezer forinttal, és már ki is jött a egy havi hát össze. Sőt, hát nyilván ennek volt egy alvállalkozója, aki kiszámlázta ezt a munkát. Igen. Na de a Lőrinc most miért mutatná meg azt a számlát? Szóval ugye a másik kérdés, hogy akkor kinek milyen haszna van ebben? Hát honnan tudná, hogy lehet ezt így forintosítani? Én szerintem vissza fogják lökni, vagy felszólítják egy feljelentés kiegészítésre, ami megint szórakoztató lesz, pedig nem olyan bonyolult. Hát ugye ezeket az ellenzéki pártokat eléggé tornáztatja az állami számvevőszék meg mások. Mennyi plakát van? Mi az értelme a kormányzat szempontjából? Nem tűnik-e fel, hogy választási kampány lesz mindjárt, és nem tűnik-e fel, hogy a kormány nem kampányolhat. És ebből az egészből össze lehetne rakni, hogy mennyi büntetést kell fizetni a Fidesznek. Adél, újságíróként ezeket a kérdéseket tennéd fel? Nem, engem kicsit más érdekel, hanem, hogy egyrészt arra lennék kíváncsi, hogy milyen volt a hangvétel, tehát amikor téged mondjuk esetleg ott megaláztak, vagy hogyan bántak veled egyáltalán, vagy milyen volt a hangulat, mert ugye azért a közmédiás történet után az ember ugye azért így egyből eszébe jut, hogy azért így láttuk már, hogy nem túl kedvesen bánnak veled és a kollégáid, milyen úgymond tapasztalás volt ez a másfél-két óra. Tárgyilagosak voltak, tehát semmi udvariatlanság nem volt, vagy ilyen abszolút, tehát szakszerű, hideg, olyan lehetőleg rövidebb mondatok hangoztak el. Én nekem is egyébként ez volt az érzésem, amit elnök úr mondott. Tehát nekem is ez volt a határozott érzésem, hogy ez egyszerűen így belőlem akarnak valamit kihúzni. De hogy mit, meg mire akarják felhasználni, meg mit keresnek, az egész nem értettem pontosan, és nem látok bele ezeknek a századosoknak, meg ezredeseknek, meg nem tudom kiknek a fejébe. Én a legjobb tudásom szerint válaszoltam, de még egyszer mondom, tehát egyetértek, és nem csak ugye plakátokról van szó, hanem rádiószpotokról van szó, tévéhirdetésekről, levelekről, City Light-ok, óriás plakátok, egy internetes oldal is működik. Tehát akkor legyenek kedvesek, nyomozzanak ők, ugye, ne én. Megnéztem ezt a Facebook. Így már elég, nem, még nyaggasdik egy kicsit. Igen, ez minden esetre furcsa. Mert hát nyilván tudták azt, hogy milyen ügyben idézik be, és kit, és akkor fel lehet készülni egy kérdéssorral, és hogyha azon a kérdéssoron végig mennek, akkor attól kezdve nem tudom, tehát hogy nyilván ez nem nagyon szólhatott másról, csak formál logikailag, mint hogy ezek a válaszok, és most akkor ebből következnek-e még további kérdések. De hogy egyébként ezt mennyire lehet komolyan venni, tehát hogy nem nehéz ezt az egész szituációt, tehát hogy annyira abszurd valójában. Abszolút, tehát egyik pillanatban úgy éreztem, hogy ez valami színjáték, ami zajlik, a másik pillanatban meg azért mondom, hogy csak itt vagyok a rendőrségen, és éppen egy vallomás, tehát hogy tényleg, tehát ez egész nagyon bizarr. Nem volt őszinte pillanat? Arra gondolok, hogy amikor Donát Annát bevitték a rendőrök ugye a Kossuth térről, akkor kiderült, hogy hát úgy elmentek spanglizni közben, és akkor elmondták, hogy ők éppen 16. órája vannak szolgálatban, és hogyha jól emlékszem, Szombathelyről vezényelték fel őket, és majd Halneabba mennek vissza. Szóval hogy kiderült, hogy végül is azok az emberek vannak ott, akik miatt Donát Anna tüntetett. Ilyen nem volt ebben az esetben? Tehát nagyon szigorú. Nagyon szigorú volt az egész, tehát engem ott a százados lent várt már ott az alaksorban, beléptettek, ilyen belépőjegyet kaptam, felvittek, beültettek, két pohár, egy ásványvíz. Szóval az egész egy ilyen végtelenül megkoreografált dolog volt, és semmi fraternizálás, meg barátkozás, semmi nem volt. Amíg ő felment az ő főnökéhez, addig rábízott egy ott dolgozó másik emberre, hogy ne tudjak önmagammal, igen, nehogy megharapjam ma saját magamat, vagy nem tudom, utalva az MTV-es vádakra irányunkba. Szóval az egész elő volt készítve.
illetve. És ugye engem a Fehérházban értek el, vagy képviselőirodaházba telefonon, és azt mondták, hogy fél óra lesz. Ezért is úgy is voltam fölkészülve, hogy fél óra lesz a történet, most ehelyett tényleg ugye 14 óra után jöttünk ki. Azóta se egy levél, se egy telefon, semmi. Szóval, mire készüljek? Segítsenek! Hát ez nem, mert ez már jó, persze mondhatnám, hogy örüljön, hogy kiengedték, de szóval ez tényleg valami abszurd játék. Mm. És majd látni fogjuk a végeredményét, szerintem meg fogják tagadni a nyomozást. Nekem azt tűnt fel a videóban, hogy minthogyha nagyon makacsul arra lettek volna kíváncsiak, hogy név szerint kinek okozott kárt. Ez az egész. Tényleg ez volt? Politikai kárt és anyagi kárt, hogy nevezze meg Szél Bernadett, hogy ki a károsultja ennek a dolognak. Erről volt szó? Hát szőrszálhasogatás volt, mert ugye az, hogy forintra mondja meg, hogy ez mennyibe kerül. Jó, azt meg tudtam mondani, hogy mire terjed ki, tehát nyilván nem csak a plakát kampányra, hanem minden más ilyen hordozóra. De az, hogy a mai napig bezáróan kinek lett ettől jogos, én mondjam meg, hogy ki az a személy, vagy nem tudom, entitás, akinek jogosatlan lőnyelet. Úgyhogy szóval nehéz volt az egész helyzet, olyan kicsit megfoghatatlan volt nekem ez az egész műfaj, amiben részt vettem, és de tényleg megvolt az az érzésem, hogy egy színjátéknak vagyok az egyik szereplője, vagy főszereplője, beállított díszlettel, szereplőkkel, koreográfiával, és én gyanítom, hogy amit elnök úr mond, körülbelül ebbe az irányba fog menni, azt mondták, hogy iratbetekintési joggal élhetek 15 napon belül, hát nyilván szeretném majd látni a nyomozásnak az anyagait. Na, már előbbre vagyunk, mert akkor így féllé vált ebben az egész eljárásban, és akkor tényleg iratbetekintési joga van, úgyhogy folyamatosan láthatja majd ott. Fantasztikus, szóval tényleg. Tehát mások mit mondanak erről az egészről. Csak induljon akkor el a nyomozás. Na jó, menjünk tovább, abban szeretném folytatni, hogy Orbán Viktor ma bocsánatot kért azoktól a néppárti vezetőktől, akiket esetleg akaratlanul megbántott a szavaival. Weber a Euronews tudósítójának Strasbourgban sokkal keményebben fogalmazott, mint a keddi budapesti tárgyalásai után. The meeting yesterday with Viktor Orbán. A találkozón Orbánnal semmiféle tárgyalásról nem volt szó. Egyszerűen csak megmondtam neki, mit kell tennie. Világos bizonyítékra van ugyanis szükségünk, hogy a Fidesz és Orbán továbbra is a néppárt politikai családjának tagja akar maradni, fogalmazott szigorúan Manfred Weber. Közben a Népszava szerint kiszivárgott a néppárt strasbourgi frakcióüléséről, hogy a március 20-ai ülésen az elnökség olyan javaslatot terjeszt a résztvevők elé, ami az alapszabály 9. pontja értelmében a Fidesz felfüggesztésére vagy kizárására tesz javaslatot. Közben megérkezett a miniszterelnök bocsánatkérő levele azoknak a néppárti vezetőknek, akiket hasznos idiótáknak nevezett, mert kezdeményezték a Fidesz kizárását. Orbán Viktor úgy fogalmazott, ez valójában egy Lenin idézet volt, amivel bizonyos politikák és nem politikusok kritikáját akartam megfogalmazni. Itt szeretném kifejezni bocsánatkérésemet, ha az idézetemet személyesen sértőnek találta. A megszólított politikusok közül többen már jelezték, így a Flamand és a Vallon tagpárt vezetője semmi nem változtat azon, hogy Orbán Viktor levelet írt nekik. Na, mutattuk, hogy az ATV nézőinek csak nem 80%-a szerint nem fogja beérni a néppárt ezzel a bocsánatkéréssel. Szerintetek? Hát ez olyan, ez az üzenet, nem mint ez a kedvellek, mint embert. Tehát, hogy valami esmét tudnám hasonlítani. Úgyhogy vagy ilyen kutya vacsorája. Hát mi az, hogy bocsánatkérés történt? Hát a Weber a plakátok kirakása miatt szólította fel bocsánatkérésre. Akkor még hasznos idiótákról nem volt szó. El sem hangzott, ez így mondjuk van. Az egy más kérdés, ez is szórakoztató, hogy vannak a hasznos idióták, akik támadják az Orbánt, az ellentétpár, a haszontalan idióták pedig, akik védik az Orbánt, és nyilván ezek fognak összecsapni. Tehát bocsánatkérés nem történt, mert a bocsánatkérésnek az EU szervezeteivel szemben kellett volna elhangozni, az emblematikus figurát, a Junckert tették ki oda. Ugye másodszor nem azoktól kellett volna csak elnézést kérni, akik magukra vették, hogy ők a hasznos idióták, mert kérték a felmentését. Harmadsorban pedig a Brüsszelnek nem az a problémája tulajdonképpen, hogy a Juncker ott volt, és akkor beszéljünk a migrációról, hanem a Sargentini jelentésnek a 16 pontjából egy volt, ami foglalkozott a migrációval, az összes többi pedig a magyarországi jogállam helyzetével. És ez az egész együtt csapta ki a biztosítékot, akkor, amikor Junckert kitették a plakátra Soros Györggyel. És eltekintetben semmilyen bocsánatkérés nem történt. Hát Kuncze Gábor tulajdonképpen egyetért azzal, hogy ez egy megkésett és egy leszűkített
bocsánatkérés? Hát ez inkább szerintem valamiféle kunyerálás volt, tehát hogy, vagy valamiféle lekenyerezés, ugye azoknak írtak, akikre ugye biztosan lehet tudni, hogy szeretnék, hogyha a Fidesz ugye távozna a néppártból. Tehát ugye annak a 13, nem tudom, képviselő, nem tudom, hogy kinek érkezett. Hát 13 az Európai Néppárt 13 tagpártjának, ugye elnökének írta. Igen, na köszönöm szépen. Tehát, hogy inkább ez arról szólt, hogy ez a léci, ne rakjatok már ki bennünket a néppártból. Miközben igazunk van. Tehát igen, igen. Te hülye, elnézést kérek, de egyébként pedig igazunk egyébként van. Az vagy. Igen, igen, hát igen. Meg hogy ez a duma is, hogy nem téged, mint embert kritizálok, ugye, hanem amit csak csinálsz, meg ahogy viselkedsz, meg amit mondasz, meg amit tulajdonképpen vagy. Én nem is én bántottalak, hanem a Lenin. Igen, igen, igen. Szóval, na mindegy, az egész szerintem rettenetesen ciki, és így... Képviselőasszony? Én arra gondoltam, hogy nekem mennyire elegem van abból, hogy már nem tudnak az emberek rendesen bocsánatot kérni. Elterjedt ez a trend, hogy Orbán világosan tudhatja, hogy megbántott embereket. Hát nem véletlenül jött ide Manfred Weber is. Ha megbántottam. Szóval nem, hogy megbántotta, tehát hogy megtörtént valamit, tehát ezzel is így távolítja el magától ezt az egész történetet, aminek ő a főszereplője. De nem feltétlenül ezt akartam mondani, inkább azt, hogy azért szerintem van egy olyan optikálja ennek a történetnek, hogy kezdik Orbán Viktort kiismerni a saját úgymond barátai, és én tényleg azt gondolom, hogy igaz lehet az, amit pletykáltak, hogy a lengyeleknek azt mondta Orbán Viktor, hogy legyetek gyorsak, mert az EU lassú. Mert hogy ők tényleg egy ilyen emberrel, mint Orbán Viktor, aki úgy politizál, hogy végre mi a saját pártársát is, vagy pártcsaládjában társát kirakja egy negatív kampány közepébe, hogy nem nagyon tudnak mit kezdeni. És talán most döbbenhettek rá arra, hogy ez az ember tényleg addig fog menni, amíg oda nem tesztek neki egy falat, hogy na eddig barátom, és ne tovább. Szerintetek beérnék egy bocsánatkéréssel? Tehát elég az, hogy most akár így, akár ennél komolyabb vagy őszintébbnek tűnő formában bocsánatot kér, vagy várnának tőle garanciákat arra, hogy ilyen többet nem fordul elő? De... Tehát az rendben van, hogy bocsánatot kérsz, kis barátom, de azt is hozzáteszed, hogy soha ilyet nem csinálsz. Hát ugye, Szemú ezt nyilvánvalóvá tette, hogy... Hát ugye Weber is ugye elég egyértelműen megmondta, hogy mit vár el Orbántól, és azt is megmondta, hogy március végéig, tehát ugye a CEU, meg hogy kérjen bocsánatot, és akkor megint nem jut eszembe, mi volt a harmadik feltétele. Na de ilyet hogy... nem olvastunk ebben a levélben, hogy és az alábbi garanciákat ajánlom fel, hogy ilyen többet Magyarországon és nem fordul elő. A CEU is ezt írta, hogy neki jogi garanciákra van szüksége, hogy tehát egy egyetem működése nem bemondáson alapszik, hanem hogy garanciák kellenek. Én tényleg azt gondolom, hogy Orbán Viktor egészen máshová tartozik, mint ahol a néppárt pozícionálja magát. Fogalmam, nem látok a jövőben, nem tudom, mi lesz a folytatás. Szerintem itt Weber egyértelmű, meg a néppárt válaszhelyzetben van, hogy értékek nekem, vagy érdekek. Nekem vannak némi emlékeim a múltból. 1998-ban, amikor a Fidesz megnyerte a választásokat, akkor találkoztam Otto Lambsdorff-al, aki a Fidesznek a legnagyobb támogatója volt Németországban is, Európában is. Nagyon nagy tekintélyű liberális politikus, akkoriban a Liberális Internacionálé vezetője volt. És hát arról beszélgetünk, hogy én azt mondtam, hogy most az Orbán ki fog lépni a Liberális Internacionáléból. Azt mondta, hogy beszélt vele, és megnyugtatta őt, hogy semmiképpen nem fog kilépni. Hát ez ugye azt mondta a Lambsdorff, hogy a liberális internacionáléban annyiféle gondolkodás elfér, hogy az bőven helye van ott a Fidesznek is, majd 6 hónap múlva átlépett a néppártba. Most aztán elhiheti neki a Weber, hogy mostantól kezdve jó leszek tanító bácsi, és akkor már nem köpök az asztal alá, mert ha az érdekei úgy kívánják, akkor egy sasszéval átlép, vagy csinál egy új formációt, de én egy kicsit arra is szoktam gondolni, hogy és ez már a március 15-i, tehát a holnapi beszédében ki fog derülni. Erről spekuláltunk az elmúlt napokban, és szó lesz még a holnapi közös ellenzéki ünneplésről, úgyhogy visszatérhetünk rá, de majd a reklám után. Néhány perc, számítunk a figyelmükre. Kezdődik a második harmad, a stúdióban Szél Bernadett, Kunce Gábor és Hercsel Adél. A reklám alatt Kunce Gábor sztorikkal szórakoztatott bennünket jól, és szerintem megtartja a jó szokását. A köztisztviselők mai sztrájkjával folytatjuk, ez a következő téma. Általános iskola Kőbányán, bent 13 pedagógus nem vette fel a munkát.
szolidaritási sztrájkba kezdtek a közszolgálati dolgozókért. A törvény szerint nem hagyhatom el a sztrájkidő alatt az épületet. Cédli Maria szerint az iskola körülbelül 460 diákja közül mindössze 100 jött be az első órára. Mi a szülőket tájékoztattuk erről a szolidaritási sztrájkunkról, és kértük, hogy amennyibe úgy gondolják, hogy ők támogatnák, akkor ezzel támogassák most ezt a sztrájkot tulajdonképpen, hogy a gyerekeket csak egy órával később hozzák be az iskolába. Összesen 4 tankerületben sztrájkolhattak jogszerűen a tanárok, a pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint. A Klebersberg központ azonban betiltotta a munkabeszüntetést. A PDS elnöke szerint jogsértő volt a lépés. Teljesen biztos, hogy ez nem marad ennyiben. Bírósági út lesz, vagy onnan arra a részről, vagy a mi részünkről, és elképesztő és felháborító, ami ma történt. Az országos sztrájkot szervező magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezete többet szeretne a kormányzati tisztviselőknek járó 30 és az önkormányzati dolgozóknak járó 20%-os béremelésnél. Na, 4 tankerület. Emlékeztek arra, hogy ez honnan indult, ez az egész történet? Ellenállás napja január 19-e és egy gyakorlatilag az egész országot megbénító sztrájk víziója volt akkor. Na de hát a Fidesz hát elintézi, tehát a Fidesz most elintézi az ország megbénítását azzal, hogy a közszolgákat ennyire túlterhelik, tehát hogy tényleg így le fog állni, így az egész állam. Tehát, hogy egyszerűen nem fogunk tudni semmit se elintézni. Tehát, hogy ez egyszerűen nem oldja meg, ez az egész, amit most kitaláltak, hogy akkor túlórázzanak. Tehát, hogy igazából itt az összeomlás, azt gondolom. Hát lehet, hogy az összeomlás az máshonnan jön, de mégiscsak ez egy nagyon fékezett habzású dolog, de ami ma történt. Hogy látszik, hogy miről szól ez a történet. Tehát egész egyszerűen, persze rengetegen akarunk általán a sztrájkot, de hát ellehetetlenítik ezeket az embereket. Azt meg hogy tegyék meg, hogy akkor azt mondják, hogy jogellenesen sztrájkoljatok? Ezt nem lehet megtenni. Az a baj, hogy amikor már a sztrájktörvényt módosították, akkor tudtuk, hogy itt nagyon komoly problémák lesznek. Nem véletlenül küzdünk azért, hogy legyen joga a munkásoknak, vagy a munkavállalóknak, dolgozóknak arra, hogy jogszerűen sztrájkoljanak. Ez itt a probléma. Tehát ebben az országban most sztrájkolni piszkosul nehéz. Na de ezt januárban ugyanígy lehetett tudni. De most én megfordítanám a dolgot egy kicsit, tehát hogy ez valóban borzasztó, hogy ennyire el lehetették ugye a tiltakozásnak a lehetőségeit, de az, hogy most a közszolgák beszüntetik a munkát, ugye akkor kivel szúrnak ki? Az ügyfelekkel, akik ugye már így is nagyon nehezen tudják elintézni a dolgaikat, tényleg a tajtól, a gyámügyön át, a nem tudom én még, és folyamatosan egyre erodálódik a rendszer, tehát igazából itt megint csak így egymással fogunk kiszúrni, miközben szerencsétlenek valahogy próbálnának mégiscsak tiltakozni. Tehát, hát szerintem ezt máshogyan kell néznünk. Tehát ugye 2009 óta nem kapták meg az illetményemelést, amiért ők küzdenek. Ugye 60 000 forint lenne az, amire már azt lehetne mondani, hogy na, léptünk egyet akkor előre. Na most ehhez képest a fasorban nincsen ez az emelés, sőt, egy nagyon elkölcstelen rendszer van. Az van ugye, hogy aki megteheti, az emel, de a jobban menő önkormányzatoknak kell finanszírozni azokat, akiknek kevésbé jól megy, és ott tudnak illetményt emelni, annak a segítségével. Hát én voltam Oroszlányban például, ott is 45 000-ig föl tudtak menni a 36 400-ról, de hogy tovább nem tudtak, mert közben be kellett fizetni azért, hogy más önkormányzatoknak is ez a szolidaritási hozzájárulás címen jusson valami. Tehát a kormány ezt nagyon, nem mondom, hogy ügyesen, felháborítóan megoldotta ezt, hogy egymás ellen fordítja gyakorlatilag az önkormányzatokat is, és ez megy az egész országban, az oszd meg és uralkodj, hogy bárhova nyúlunk, én most már azt mondom, ezt látjuk, ezt a megosztást. Ugyanez van, hogy sztrájkol a tanár, a szülő azt mondhatja, hogy jaj, akkor mi lesz a gyerekkel. De mi lesz a gyerekkel, ha így marad az oktatás? De hát közben ugyanez van, hogy ugye nincsen munkaerő a közszférában, mert ugye a fiataloknak nem vonzó a pálya, most akinek van egy jogi, meg egy közgazdász végzettsége, mit csinál, elmegy a versenyszférába, vagy elmegy külföldre. Aki teheti, az elmenekül nyugdíjba, most próbálják a munkaerőhiányt megoldani ezzel a túlóra őrülettel, ami semmit nem fog megoldani.
És nyilván az, hogy egyre kevesebb a dolgozó a közigazgatásban, az ügyfél egyre idegesebb, mert ő semmit nem fog tudni elintézni, és ő joggal kérdezi meg az ügyintézőtől, hogy így miért nem segít neki senki, meg joggal küldi az anyázó levelet, és ugye a szerencsétlen ügyintéző, meg aki dolgozik azokon ezeken az ügyeken, az meg utána még frusztráltabb lesz, és akkor még inkább el fog menni. Tehát ilyen teljesen őrült spirálok vannak. Kunce Gábor egy igazi úr, mert már többször vett nagy levegőt, aztán fújta ki. Ne. Igen, mert ezt is érdemes egy kicsit távolabb vinni, szóval ugye az a normális működéshez hozzátartozik, hogy a különböző szereplők abban az esetben, ha az érdekeik sérelmét érzik, akkor az érdekeik védelme érdekében fellépnek. Emlékezzünk vissza, hogy milyen jó hangulatú pedagógus tüntetések, meg diák tüntetések voltak, hogy a Bokros csomagnál a Tandíj ellen, akkor a Magyar Bálint esetén az oktatási reform ellen. Szabó László milyen nagyot ment, ugye? Akkor ugye a tüntettek a tűzoltók, a rendőr, mindenki önkormányzati dolgozók. Na most senkinek semmilyen bosszútól félnie nem kellett. Volt, amelyik aztán tárgyalások útján rendeződött, és azok, akik elégedetlenek voltak, elégedettebbek lettek. Volt mondjuk a mozdonyvezetők sztrájkja, akik a végén nem kapták meg, és le kellett állniuk. De ez a normál működéshez hozzátartozik. Most itt elhangzott, hogy a Klik megfenyegette és betiltotta a pedagógusok nők. És ugye az egyik kormánypárti szennyoldal az ünnepli a, hogy micsoda bukás, csak 47 pedagógus tudott sztrájkolni. Persze, mert a többi meg nem akart játszani az állásával. Ugye a régen a iskolák önkormányzatoknál voltak, tüntetett akkor semmi, megdicsért a polgármester. Most, ha az egyik iskolából tüntetés miatt kirúgják, nem tud átmenni egy másikba, mert az is állami. És ugyanez a helyzet a köztisztviselővel is, hogyha nem tetszik neki a rendszer, hát repül, majd keresünk helyette valaki mást. Ráadásul, amit itt ugye hallottunk a túlterheltségről, hogy jelentősen csökkentették a köztisztviselői létszámot az elmúlt években. Rendben van. De akkor a rendszert is át kellett volna alakítani, mert ha a feladatok változatlanul maradnak, és kevesebb emberrel kell ellátni, akkor az van, amit itt hallottunk. De hát itt gyakorlatilag a működésképtelenség szélén van a rendszer. Most az lehet, hogy ilyen first world problem, de pont ezt olvastam néhány hete, hogy a hajózási engedélyeket nem tudják kiadni, mert gyakorlatilag megszűnt az a főosztály, amelyik ezzel foglalkozik. És azért ez elég szomorú, és egy kérdés, mert valakinek ez a legfontosabb problémája, hogy ő mondjuk így ki tudjon hajózni a Balatonon, de... Mi az, hogy? De egyre fontosabb probléma lesz kihajózni a Balatonon. És csak azt mondom, jó, most ez egy ilyen nagyon vicces példa. Vagy az Adrián, ugye? Ott is hajóznak, szeretnek de a magyarok. Szóval az, hogy ez egy ilyen vicces példa, de hogy azért... De azért ez is jól mutatja a rendszer működését, meg hát a másik az, hogy azért amit intéződik a közigazgatásban, az tényleg maga az élet, és azért ilyen dolgokkal játszunk, hogy mondjuk állategészségügy, akkor köztisztaság, mm-hmm. tehát hogy mindenféle népegészségügyi kérdések, tehát hogy azért így, ez nagyon nem vicc, tehát, és akkor arra nem is beszélünk, hogy oké, építési engedély, most akkor csúszik mondjuk egy építkezési projekt, de hát itt azért... Hát se egyik terület se vicc, a gyerekeink oktatása sem vicc, ebbe teljesen igazatok van. Számomra például most lett világossá az, amiről ti beszéltetek, hogy mennyire megnehezítették, hogy ahhoz, hogy jogszerű sztrájkot tudjanak tartani, ahhoz előzetesen itt a hivatalukban jelentkezni kell, mert csak akkor jogszerű a sztrájk, hogyha legalább az alkalmazottak fele sztrájkolni kíván. Na most mennyire életszerű az a helyzet, hogy én oda megyek az főnökömhöz, és azt mondom, hogy én feliratkoznék arra a listára, hogyha lenne sztrájk, akkor én azt támogatnám. Ki az, aki ezt ma megmeríteni? És ugye van egy másik, az előbb elfelejtettem mondani, ez a 30%-os béremelés, hogy ma a pedagógusoknak mindenféle táblázatokat kell kitölteniük ahhoz, hogy valamilyen előmenetet igazoljanak, és közben már 8 éve hitegetik őket a életpálya modellel. Az életpálya modellnek a közigazgatásban arról kellene szólnia, hogy ide belépsz, ilyen lépcsőket és innen mész nyugdíjba. Innen mész nyugdíjba, és közben ilyen, és ez a biztonság, kicsit kevesebb a pénz, mint a piacon, cserébe viszont nyugdíjas korodig itt leszel. És ugyanez van a tűzoltóknak is, mondják az életpálya modellt, a rendőre, mindenkinek mondják, majd, és Ausztriát meg 30-ba fogjuk utolérni, az is egy életpálya. Azért menjünk tovább, mert a
következő téma is nagyon fontos, és ráadásul közel áll az itt ülőkhöz. A napszámát szeretném önöknek megmutatni, a napszáma 20. Ennyi ellenzéki szónoka lesz holnap a belvárosi szabadsajtó útján szervezett közös ellenzéki március 15-i ünnepségnek. Kezdjük talán azzal, hogy miért 20? Tehát nem Szél Bernadett, hanem Hatházi Ákos lesz ott, és szólal majd fel. Szóval akkor nem 21, hanem csak 20. Hát 20, igen, mert hogy csak az előzetes hírek még arról szóltak, hogy Bernadett fog beszélni, nem, de nem volt, is ez a lényeg, hanem... Csak, hogy ezt tisztázzuk, hogy mi ketten szoktuk ugye megfelezni az időkeretet, ami nem lesz túl sok egyébként, és akkor... 3 most, perc szónokonként, ugye? Így van, és... Ezért született az a döntés, hogy a pártokkal való megállapodásnak a keretében, hogy közülünk egyikünk fog úgymond szónokolni, és én hát nem titkolt az, hogy én nem titkolom, hogy Ákosnak mondtam, hogy az európai ügyészség az egy olyan téma, meg egy olyan akció, amit tényleg megmozgatta ezt az országot, szerintem március 15-én. Ne spoilerezzük el az ő holnapi beszédét. De hogy miért nem sértődik meg, ha reklámozom miért, az európai miért ügyészség? 20? Tehát mindenki ott akar lenni, és ez egy olyan fontos dolog, hogy mi mindenki szeretne a színpadon lenni egy kicsit. Vagy pedig tényleg van 20 olyan erős üzenet, amit érdemes odavinni, ami nagyot megy várhatóan? Ugye ez nem egy csak a pártok által szervezett esemény, hanem ezt alapvetően civilek szervezik, amin a pártok is jelen vannak. Mondom én ezt úgy, hogy én még pártok se vagyok, tehát ugye én a független blokkban vagyok. Na most én erre azt tudom mondani, hogy ha véget ér ez a holnapi ünnepség, és nyilván itt egy ellenzéki tüntetés és ünnepségről van szó. Én azt gondolom, és azt remélem, hogy egy lépéssel előre fogunk lépni. Tehát itt azért nagy utat tett meg az ellenzék itt az elmúlt fél évben. Tehát nem is olyan régen ugye a kétharmados bukás, az mindenkinek egy hatalmas arculcsapás volt, teljes apátia volt, és aztán jött a rabszolgatörvény decemberben, amikor így felsorakoztunk egymás mellé. És azóta ugye azt éljük meg, hogy rengeteg pártzászlót lengedezik a tüntetéseken, és most már valahogy a szavazók, az aktivisták is kezdenek megbarátkozni egymással jobbról-balról. Én felteszem, hogy azért is kell ennyi szónok a pártok részéről, mert még ott nem tartunk, hogy egy valaki oda kijön és azt mondja, hogy én megszólítok minden ellenzéki szavazót, hanem a pártok a saját híveiket tudják külön-külön megszólítani, de az egésznek nyilván lesz egy olyan üzenete, ami az egész ellenzék számára is értelmezhető. Én magam Orbán Viktor ellenzékének egyik tagjának tartom magam, tehát én most nem párttal azonosulok, hanem sokkal inkább egy olyan helyzettel, amiben nincsen demokrácia, nincs jogállam, és meg is mondom őszintén, ezt mondom mindenhol, hogy ilyen helyzetben nem is lehet tiszta versenyt játszani, ha nincsen tiszta verseny. Nem lehet úgy csinálni, mint hogy egy plurális demokrácia lenne, ahol a pártok szabadon versenyeznek, nem azt tesszük. Számlákat fagyasztanak be, Gyorskocsi utcába hívogatnak még, ez van itt minden az égvilágon. Úgyhogy most egy ilyen furcsa helyzet van szerintem. Ki mit vár még ettől a naptól? Nem, én szeretnék még kérdezni, hogy elvehetem a kenyeredet egy kicsit, hogy, tehát, hogy a lépés az így mifelé, mert mondtad, hogy előre, tehát hogy akkor ez most egy ilyen barátkozási folyamat? Én nem tudok a pártok nevében beszélni, azért azt szeretném leszögezni, mert nem is lenne helyes szerintem. Ott a tüntetés végére szerintem ez ki fog derülni, legalábbis nagyon remélem, hogy anélkül spoilereznék, hogy mi az, ami lépést meg tudunk tenni. Ez egy út, amin vannak ezek a pártok. Nyilván lesz két fontos választás, az EP választás, meg az önkormányzati. Én ugye a Közös Európa Mozgalom egyik alapítójaként Jávor Benedek oldalán a tömörebb listák irányába próbálnám motiválni a pártokat. Úgy néz ki, hogy ők most külön listákon fognak indulni. Ez nyilván egy másik helyzet, de hogy alapvetően ez én véleményem az, hogy itt Orbán Viktor ellenzékeként kell tudnunk megtanulni létezni egészen addig a pontig, amikor végre demokrácia lesz és jogállam, és ideológiák mentén a pártok fognak tudni normálisan versenyezni, mert most szerintem csökkenteni kell a versenyt a pártok között. Ilyen időket élünk ellenzéki oldalon. Kuncze Gábor? Én nem akarom ezt a dolgot bántani, úgyhogy passzolok. Jó, akkor ennyi? Én elmondom helyett, hogy szóval, hogy én azért... Hogy mit gondol Kuncze Gábor? Nem, de hogy is, hanem a kritikát, aztán nem tudtam, hogy mit gondol. Szóval én nagyon soknak tartom a 20-at, vagy nem tartom reálisnak, tehát hogy valahogy ezt is így le kellene szűkíteni, tehát egy kicsit az is ilyen, aki túl sokat markol, az keveset fog alapon, és ráadásul ugye mindig ugyanazok szólalnak föl a tüntetéseken, tehát hogy valahogy ebben sincs túl sok változatosság, tehát hogy én nem várok túl sokat sajnos ettől a holnapi
naptól. Tehát, hogy azért ez a 20 felszólaló, az mégiscsak valamiféle átgondolatlanságot feltételez szerintem. Két dolog, de most csak spekulálok, ami megütötte a fülem. Az egyik az az, hogy minthogyha, és nem várom, hogy erre válaszoljon Szél Bernadett, de minthogyha várható lenne ott holnap valami bejelentés, ami talán majd egy új minőséget hoz az egész ellenzéki létben. Holnap ilyenkor okosabbak leszünk. És a másik pedig az, hogy hát valószínűleg ennek még ki kell fornia magát, tehát hogy még nem tisztult le annyira a helyzet, hogy legyen egy, kettő vagy három olyan ember, akit ki lehet odaállítani, hogy ők az ellenzék vezetői. Hát én úgy látom, hogy azért a pártok eléggé őrzik az identitásokat, ami érthető is az ő szempontjukból, csak hát most mit mondjak, tehát tényleg nem szeretnék olyan helyzetben lenni, hogy itt a pártoknak osztom az észt, főleg úgy, hogy én nem vagyok jelenleg pártag. Egy nagyon nehéz helyzetben van az ellenzéki, én azt látom. Én bízom benne, hogy helyes döntéseket fognak hozni. Én visszaléptem, tehát nem 21 szónok lesz, hanem csak 20, úgyhogy Ákos pedig képviselni fogja az én gondolataimat. Jó, biztos. Ez a műsor, ez jelentkezik holnap délután is, úgyhogy akkor már a tények birtokában beszélgethetünk erről, de most ért véget a második harmad, rövid reklám, utána híradóval folytatjuk. Ez itt a Naphíre, a harmadik harmad, kezdünk a stúdióban Szél Bernadett, Kuncze Gábor és Hercsel Adél, és Holló Márta, aki a híreket hozta, rövid hírösszefoglaló, tiéd a szó, Márti. Szervusztok, jó estét kívánok, valóban rövid hírekkel érkeztem, hogy tovább bővítsem a megbeszélhető történetek sorát, mondom is őket azonnal. Az LMP után a Jobbik is úgy döntött, hogy Puzsér Robertet támogatja a budapesti főpolgármester választáson. A publicista a mai sajtótájékoztatón hozzátette, továbbra is várja a Momentum mozgalom csatlakozását. Az LMP és a Jobbik Puzsér támogatásán kívül megállapodott abban is, hogy mind a 23 fővárosi kerületben a legszorosabb közös munkára törekednek. Orbán Viktor miniszterelnök felcsúti futball alapítványának rekordösszegű 5,4 milliárdos tavalyi TAO programja 2018. júniusában 9 milliárd forintra nőtt, írja az Index. A program értéke egy törvénymódosításnak köszönhetően emelkedett meg 3,6 milliárd forinttal. Az akkor még építés alatt álló sport és konferencia központ műszaki tartalmának bővítésére hivatkozva. A pénz elköltését 100%-ban igazoltnak találta az MLS. A rendelkezésre álló fellebbezési határidő utolsó óráiban megtámadta a Zala megyei főügyészség a Migration Aid kényszerpártja az éjjeli őrség megalakulását. A szervezet a működését ellehetetlenítő bevándorlási különadó elkerülése érdekében szeretne politikai párttá alakulni. Az ügyészség megtette, amit a politika elvárt tőle, így reagált a döntésre a HVG-hu-nak az alapító pártelnök Sievert András. A nyílt utcán kelt egy anya és gyermeke védelmére Nagy Ervin. A színész a Katona József színház előtt rúgdalt meg egy idegent, amiért az fellökött egy nőt a gyermekével együtt. Nagy Ervin az ATV műsorában Krizsó Szilvinek úgy fogalmazott, idézem, nem bírtam visszafogni magam, még dolgom van az életemben azzal, hogy a bennem felgyülemlett feszültséget jól adjam ki magamból. Sorra parancsolják földre az országok a Boeing 737 MAX 8-as típusú repülőt, amelynek két gépe zuhant le gyanúsan hasonló körülmények között az elmúlt hónapokban. A jelenleg üzemben lévő mintegy 370 darab ilyen gép, mintegy kétharmada nem szállhat már fel, miután az Egyesült Államok, Japán és Kanada is csatlakozott az elővigyázatosságból meghozott intézkedésekhez. Ezek voltak tehát a rövid hírek, a szó pedig visszakerül most a stúdióba, hozzátok a naphírébe. Köszönöm. Köszönjük szépen, Márti, hát akkor ez lenne a muníció, és mostantól kezdve tényleg szabad a vásár, választhatok a hírek közül bármit, de ha szabad javaslatot tennem, akkor azért arról mindenképpen beszélünk, mert nagyon érdekel a véleményetek, hogy a Jobbik beállt Puzsér mögé. Hogyan fogadtátok ti ezt a hírt? Okozott-e meglepetést? Változik-e ezzel valami, és hogyha igen, akkor mi és hogyan? Hát annyira nem lepődtem meg, hiszen az LMP jelenlegi elnöke már hónapok óta lebegteti az együttműködést a Jobbikkal. Viszont néhány változást ez most okoz. Ezzel az LMP biztos, hogy kiesett az Európai Parlamentből, ugyanis neki azért 2010 óta voltak liberális szavazói, ugye nem volt SZDSZ, nem volt MDF, és sokan, akik kerestek pártot maguknak, és nem akarták választani a Jobbikot, a MSZP-t, a nem tudom mit, azok oda az szavaztak az LMP. Talán. Uh-huh. Ezzel most ennek vége, tehát a LMP egy változás, LMP kiesett az Európai Parlamentből.
Ugye a másik dolog viszont, hogy most Karácsony Gergőnek eléggé föl kell kötnie a nadrágot, mert az Jobbiknak ugyan alacsony a támogatottsága Budapesten, de magas a szervezettsége. Tehát egy előválasztásra meg tudja mozdítani azt a kevés tagot is, és ugye láttuk, hogy itt néhány ezer emberről van szó, és hát nagyon oda kell figyelniük, hogy vajon a Fidesz rástartol-e erre az előválasztásra, mert az nekem elég világos, hogy Puzsér és Tarlós közül biztos, hogy Tarlóst fogják választani. A Fidesznek tehát érdeke lenne lenyomni Karácsony Gergőt, és ennek érdekében regisztrálhatnak, szavazhatnak, stb. Úgyhogy ez most, ez az előválasztás, ez most egy kemény dolog lesz, és ez is egy változás. Nem akarom koptatni Kuncze Gábor profétikus képességeit, de az LMP-nek eddig se jósolt senki európai parlamenti mandátumot. De nem jósoltak neki mandátumot. De azt nem is fogja megkapni. De ezek a mostani után választáson se nagyon, és Puty épp hogy átlépett 2014-be, szintén szépen átlépett. Szóval ott billegett a határon eddig, de most ez a hanvas zöld, világos zöld cucc, ez most elment. Tudom, hogy Szél Bernadett nem szokott visszafelé, hogy lehet ezt udvariasan mondani, lövöldözni. De hogy nézte ezt a díszasztalt most ennél a bejelentésnél? Azért az ott elég furcsa emberek ültek egymás mellett. Tehát, hogy nem tudom én, Gyöngyösi Márton és Puzsér Róbert és az LMP vezetői. Szóval, hogy azért ilyen nem nagyon volt még. Ez egy... Hát ugye én azért meg nem lepődtem, tehát ez várható volt ez a lépés szerintem, hogy a Jobbik be fog állni Puzsér Róbert mögé. Szerintem az ország szempontjából, ami igazán fontos, hogy az előválasztáson, aki alul marad, az vissza is lépjen. Tehát egy az egy ellen menjen a Fidesz és az ellenzék küzdelme. Tehát hogyha igaz az, amit mondanak a jelöltek, az helyes, tehát hogyha visszalépnek egymásra. Úgy tudom, tegnap ezt mondták, hogy bármelyik marad alul, ő visszalép a nyertes javára. Ez a lényeg. A másikat, hát én inkább erre nem szeretnék most mondani semmit, mert ugye az LMP-nek én mindig inkább a balszárnyához tartoztam. Középpárt, zöldpárt volt az LMP, én valóban ahhoz a szárnyhoz tartoztam, de hogy most olyan világot élünk, ahol én mindent egy kicsit rosszul szemlélek, ami az ellenzék együttműködés ellenében hat, mert hogy egy az egyben kell maradnunk a Fidesz-szel szemben egészen addig, amíg helyre nem állítjuk a demokratikus körülményeket, utána majd tudunk versenyezni egymással. Úgyhogy ezért mondom, hogy én most nem akarom ezt így kommentálni, hogy nézek arra az asztalra, meg hogy nem. Én az LMP-s múltamat lezártam. A lényeg az, hogy bárki mögé áll be, egy jelölt maradjon az ellenzéki oldalon, Tarlós Istvánnal szemben. Ugye Kuncze Gábor arról beszélt, hogy a Fidesznek lehet érdeke széttrollkodni ezt az egészet, de hogy jó eszköze ehhez a Jobbik, amelyik Budapesten egyáltalán nem erős. Vidéken lehet, hogy jó eszköz lenne, de Budapesten? Mit gondolsz? Nem, én azt gondolom, hogy én nagyon kedvelem Puzsér Róbertet, és nagyon szurkolok neki, én ezt egyáltalán nem rejtem véka alá. Szerintem itt arról van szó, hogy ő tényleg egy, mint tudjuk, egy nagyon őszinte figura, ő tényleg a fejébe vette, hogy ő most el fog indulni a főpolgármesteri címért, ebben szerintem nincsen semmi trükk, és neki van egy víziója, van egy ötlete, és van egy markáns személyisége, és ő viszi végig ezt a projektet nagyon-nagyon következetesen, és én egyébként abszolút tapsolok, amiről ugye szó volt, hogy amikor végre a magasabb rendű érdek felé haladunk, és annak megfelelően teszünk lépéseket, annak örülni kell, és ez egy szuper dolog. És szerintem a Robi ezt szépen viszi végig, ezt a projektet, és szerintem ebben nincsen összeesküvés elmélet, és végre egy potens figura, akiben van fantázia, mi olyan vicces. Te nem láttad az ő arcukat. De az volt ráírva, hogy életükben először látnak egy élő embert, aki Puzsér Róbert hívő. Én nem hívő vagyok. Ez Kuncze ura igaz, én nem. Én ugye az LMP-ben ismerem azt a csapatot, aki kifejezetten felek. Az jutott eszembe, de nem annyira jó az idézet, de mégis az jutott eszembe. Hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa, szóval
ahogy tetszik mondani, hogy de hát a Puzsér az a... Hát nem, hát a Puzsér mögött ott lesznek a pártok. Hát itt... Hát nagyon itt, helyes. Itt, de az biztos nagyon helyes, igen. De hát azok majd elkezdik gyűjteni az aláírásokat, meg lehet, hogy a kamuszavazásokat. Nem a Puzsérről nekem ugyan más a véleményem, de egy szót nem szóltam rá. Elindul, el van intézve. De ezzel az összefogással, ezzel most megteremtődött egy nagyon éles harcnak a lehetősége, és lelkesedhetünk a Puzsérhoz, ehhez neki az égvilágon semmi köze nincs, nem lesz. Hát a Puzsér önmagába elindul, senki nem gondolná róla, hogy majd ő jó főpolgármestere lesz a városnak. Nem, hát itt pont arról van szó. A sétáló Budapest, az rendben, arrébb megyünk. Lehet, hogy ő folyamatos egyeztetésben van a pártokkal, tehát hogy ezt azért nem úgy találta ki, hogy akkor én egyedül megyek, hanem abszolút együttműködésben. Én legalábbis így tudom. Meglátjuk. Szerintem mind a kettő jelöltnek megvan a maga fanklubja. A kérdés az, meg a szavazóbázisa. Tényleg az előválasztás az egy korrekt módszer, szerintem, hogy ezt lejátsszák. Van egy a lényeg, hogy a végén a senki... Játszak. Így van. Tehát önnek ebbe igaza van, korrekten kell játszani, és a végén pedig korrektül hátra kell lépni annak, aki alul marad. Kész. Miről beszéljünk még? Nagy Ervin? Hát az mondjuk elég tanulságos. Felcsúti Tao? Nagy Ervin? Hagyjuk ma Felcsúti Tao-t. Felcsúti Tao-ról nem beszélünk. Hadd legyek már demagógó, úgy szeretek demagóg lenni. A francba, 9,5 milliárdot körtünk megint oda, ahol egyébként 30 éves leharcolt félkülföldi játékosok futballoznak. Ez nem a Nagy Ervin téma. És közben az a szerencsétlen gyerek nem kapja meg 65 millióért azt a injekciót, hát menjenek már, de tényleg, na most beszéljünk a Nagy Ervinről. Beszélhetünk erről is, tehát tényleg a döntés a tiétek. Ugye, hoppá, magamról jut eszembe most, na. Hogy most éppen értem a Nagy Ervint, ahogy ütött, mert most fölmentem is a buszal. Olyan feszültségek vannak az emberekben. Sokakba felmegy a pumpa. És, és ütnek, és a Nagy Ervinnel se, ő lehet, hogy nem is volt ideges, de a pasas, aki fellöki az anyát meg a gyerekét. Hát a Nyílt utcán, a Katona József Színház előtt, azért ez teljesen. Ugye a West Endben megpofosztak a mozgó lépcsőn egy 10 éves gyereket, egy idegen. A Vittula előtt agyba főbe vertek, nem tudom én, hetet. A kidobó ember tegnap a Viki Barcelonába lefejelte a német. Tett a gyerekeivel. Igen, szóval, hogy mi van ebben az országban? De, hogy, bocsánat, szóval, hogy amikor a sztrájkról beszéltünk, én most azt is ide kötöm, mert hogy szóval az van, hogyha az emberekben eltömítik, vagy a szervezetekben a feszültség levezetésének a módját, akkor ez valahogy utat fog törni magának. Egyébként a sztrájk is azért nagyon fontos, a sztrájkjog, mert ott tudjuk egyszerűen kiátszani, tehát ott úgy érezzük, hogy tudjuk akkor képviselni az érdekeinket, ha nem, és mondjuk a szakmai életünkben így ellehetetlenítik a dolgozókat, és nem tudnak kiállni magukért, a stressz formájában növekedni fog. És mindannyian ezt éljük meg ebben az országban. Az elnyomott ellenzék, hát amikor kidobnak a tévészékházban, nem csak engem dobnak ki, hanem azokat az embereket is, akik mögöttem állnak. Szóval ezek a frusztrációink, ahol vagyunk, és aki éppen nem a NER lovag, vagy a NER lovagnak a közvetlen családtagja, az frusztrálódik ebben az országban. De egyébként ez két irányú. Bocsánat, csak annyi, hogy szerintem ezért, de bemegyek a pékségbe, veszem a kiflit, ő is mondja, hogy egyszerűen elege van. Ennyi pénzért, és mellette más műszakba is kell mennie, más munkát is el kell látnia, mert a gyerekének ezt meg azt kell vennie, szét van dolgoztatva kicsi bérért, rengeteg panasz jön ki az emberekből, és teljesen jogosan és rengeteg frusztráció. Úgyhogy szerintem nem, tehát a borzalmas politikai életünk, meg ez a szörnyű közélet, ez az, ami egyszerűen elkeserít minket, és ezért fáradt az arcunk, ezért vagyunk nyúzottak, és ezért vagyunk egymással agresszívak. Elég egy szikra. Igen, egyébként ugye van ez az elmélet a családon belüli erőszakról, hogy miért van családon belüli erőszak, ahogy most ebben a Nagy Ervines jelenetben is volt, hogy azért, mert ugye a családok nem tudják megoldani a konfliktusaikat, és ugye egymáson vezetik le, és ugye nagyon sokszor van az, hogy a bántalmazó függővé válik az áldozatától, hogy csak rajta tudja levezetni azt a feszültséget, amit mondjuk hoz a munkahelyéről, vagy a közéletből. Tehát, hogy ez is egy nagyon érdekes ördögi kör, és hát ugye miből vannak megoldatlan feszültségek a családokban? Az anyagi problémákból, és akkor ez így gyűrűzik tovább, és ugye igen, két irányú a dolog, mert egyrészt van ez a fekete politika, legalábbis magamban így jó, az ilyen ellenségkép, gyártó, ilyen tényleg antiszemita más, igen, és akkor közben amúgy is van ez a paternalisztikus attitűd, hogy így nem tanulunk meg felelősséget vállalni, és akkor az oktatásban
az sem így felelős állampolgárra nevelnek bennünket. Az a baj, hogy itt a vége. Látom, hogy még mind a ketten mondanátok tovább, de el kell köszönjük. Lehet még beszélgetni, csak műsor után. Köszönöm szépen Szél Bernadettnek, Kunce Gábornak és Hercsel Adélnak a mai beszélgetést. Önöknek meg a figyelmet. Holnap folytatjuk. Viszontlátásra.